turn up. Sziasztok, üdvözlök mindenkit, én Dragon vagyok, ez pedig egy újabb League of Legends-os videó lenne, ahol a 8.10-es dzsungel változtatásokról fogok beszélni. Nagyon fontos, hogy ez a videó már el van készítve egy angol YouTube csatorna oldalán. Az eredetit meg fogjátok találni a leírásban. És akkor most gyorsan vegyük is át, hogy mi változott. A sutyerák 10 tapasztalati pontról 115 és 230 tapasztalati pontra változott, ami egy elég jelentős XP növelés. A másik, hogy a spawn time, amikor megjelenek először, az a második perctől méghozzá a pályán egyből kettő, a baronnál és a sárkánynál. Majd, hogyha mind a kettőt eltávolítottuk a pályáról, akkor a 2 perc 15 másodperc múlva megjelenik egy véletlenszerűen a pályán, vagy a baron előtt, vagy a sárkány előtt. A publikus vélemény az az, hogy fontos a sutyerek. Általános példa, hogy pikkelj egy level 2-es genkelős hőst, vidd el a sutyerákot és megnyerted a játékot, ezt döntsétek el ti. Most nézzük meg azt, hogy a sutyerák, illetve egy level 1-es béka mennyi XP-t és goldot ad. A sutyerák nem sebződsz tőle, ad visiont és több goldot ér. Viszont a korai sutyerákok nem erősek, de fontosak. Megnézzük mindjárt a szinteket, level 1-től 9-ig, és láthatjátok, hogy a tapasztalati pont növekszik a hősök átlagos szintjétől függően. Az első szinten még 115-öt ad, 70 aranyat, még a level 9-esen 230 tapasztalati pontot és 140 aranyat. Az már elég jelentős. Ebből következik az, hogy fontos, hogy fókuszáljunk a későbbi sutyerákok elhozatalára. Persze ne feledjük el, a korai játékszakaszban is fontos a sutyerák, de hogyha ezeket elmisszeltük, akkor a későbbieket nem misszeljük. Azok fontosabbak. Több goldot és több XP-t adnak. Kétféle elsődleges játékstílus alakult ki. A korai agresszió, hogy kontrolláljuk, irányítsuk a sutyerákokat és genkeljünk. A másik pedig az, hogy úgy szerezzünk előnyt, hogy szétformoljuk magunkat a dzsungelben. Két tábor, láthatjátok, az első az a korai játékszakaszban a korai kontroll, irányítás, a másik pedig az a farmolásra megy rá. A korai kontroll, sutyerák kontroll az például egy OP pikka szín, level 2-esen már tud genkelni, a másik oldalon ezzel szemben OP pikka Kane és a Graves jelenleg. A többiek is, amit láthattok a képen, azok mind nagyon jó dzsungelesek jelenleg a 8.10-ben. Nézzük meg, az egyik oldalon Kane kezd, a másik oldalon Camille. Kane egy farmolós hős, aki úgy szerez előnyt, hogy a dzsungelben szétformolja magát, még Camille az tipikusan a korai sutyerák irányítását veszi majd célba, aki level 2-esen tud genkelni. Kane egy jó útvonal lehet számára Kane-nek, hogyha a piroson kezd, majd raptor, farkasok, blue, béka és a baron előtt a sutyerák. Még ezzel szemben Camille, a red, a piros, a sutyerák a baron előtt, és aztán bemegy genkelni midre, level 2-esen. És ezután, amikor megcsinálta a level 2-es genket midre, megszerzi a sárkány előtt a második sutyerákot. Ezzel két sutyerák birtokába kerül, csinált egy genket midre, vagy sikeres vagy, nem, ezt már nem tudjuk, de ez az ő feladata. Van két szupportikusú dzsungeles, a Nunu és az Ivern, aki meg tudja tagadni ezeket a sutyerákokat az ellenfél dzsungelestől, mivel elég gyorsan tud takarítani, és hát támogatja a csapatot. Nézzük meg a Pathing Options-t, azaz a dzsungel útvonalakat, lehetőségeket. Nem tudunk minden útvonalat bejárni, és nem tudjuk azt mondani, hogy melyik a legjobb. Ez mind helyzetfüggő és hősfüggő, függ attól, hogy ki van ellened és kivel vagy. Láthatjátok a listát. Nézzük meg a szín, Camille Lee szín, aki a korai sutyerákok irányítását veszi célba. Egy útvonal lehet, hogyha red, baron előtti sutyerák,
Blue, majd Béka, és onnan eldöntöd, hogy midre vagy topra genkelsz. Ha nem tudsz menni topra és midre genkelni, akkor mehetsz tovább a farkasokkal, a raptorokkal és alul a gólemekkel. A Camille útvonala, ugye Camille eldöntheti, hogy a Red után rámegy a sárkány előtti sutyerákra. Vagy egy Lee Sin. Ugye látjuk, hogy az ellenkező oldalon milyen útvonalak lehetségesek. Ezeket érdemes leállítanotok majd és megnézni. Be van számozva 1-es, 2-es, 3-as, 4-es. Nézzük meg lassabban. Valaki alul kezd a pirosnál. Ugye az alsó side-on van. Piros, sárkány előtti sutyerák, bemegyünk a 3-as útvonalon genkelni midre, megszerezzük a baron előtti sutyerákot, majd a kéket, és eldöntjük, hogy megyünk topra midre úgy, hogy genkelni. Nézzük meg, ahol az előbb a nagyképernyőn a Camille volt a rednél. Camille megszerzi a redet. Aztán rámegy a baron előtti sutyerákra, majd bemegy midre genkelni. Ugye ez a level 2, meg vagyunk. Teszünk egy wardot, hogy lássuk, nehogy meglepetés érjen. Megszerezzük level 2-esen a sutyerákot, rálátást biztosítva arra a területre, és bemegyünk level 2-esen genkelni midre. Látjuk, hogy az ellenfél dzsungelese is itt van a Jax, szintén level 2-es. Ugye itt betoltuk a lényt és megléptük a level 3-at. És itt jön az, hogy helyzetfüggő és improvizálsz. Látod, hogy fel van szedve a sutyerák a sárkány előtt. És megjelent az ellenfél minden az ellenfél dzsungelese. Ezért tudod, hogy biztosan botlénen nem lesz várható a Jax. Mert a Jax az red, utána felszedte a sutyerákot, és valószínű, hogy ott van, ahol a térképet is látszik, most már a blue-t szedi. Tehát felment. Így tudjuk, hogy nincs itt a dzsungeles, így egy 3-as genket lehet bevinni egy toronydájval együtt, ami egy elég szerencsés helyzet, illetve egy darab killt eredményezett. És ez csak annyiból, hogy felmértük azt, hogy megmutatta magát a Jax miden, fel volt szedve a sárkány előtt a sutyerek. Itt két útvonalat láthatunk, és ezt improvizálni kell. A Jax a jobb oldali képernyőn látható útvonalat választotta, 1-es, 2-es, 3-as, csak találkozott a Camille-lel. Még a bal oldalon az van, hogy red, aztán a baron előtti sutyerek, és úgy a kék és a béka. Most nézzünk meg egy másik hőst, egy farmolós Kaint, aki a rednél kezd raptorokkal folytatja, a farkasok, a kék, a béka, a baron előtti sutyerák, majd elmehet az ellenfél raptorjára. Ha az ellenfél dzsungelese, ahogy a körben láthatóan a kéken kezdett. Illetve, hogyha tudjuk, hogy az ellenfél dzsungelese a pirosnál kezdett a rednél, akkor valószínű, hogy a raptorokat nem fogja felszedni. A dzsungel útvonal itt látható a képernyőn, és azt mutatja nekünk, hogy ha megvan az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os, 7-es, akkor hogyha hazamegyünk, akkor folytathatjuk alul mi az már? Én csak gólemeknek hívom, de ez a régi neve. A krabokkal. Vagy krúg, nem, a krúgokkal, a krúgok vannak ott. Csak én még a régi gólemet használom. Tehát ugye, ahogy láthattuk is, most a Kane a reden kezdett leformolja a raptorokat, megy a farkasokra, aztán megy a kékre, megy a békára, majd a sutyira. Megy is a sutyira, de látja, hogy fel van szedve. Megnézi az ellenfél raptorát, hiszen hogyha itt a sutyerák fel van szedve, az azt jelenti, hogy az ellenfél dzsungelese a pirosnál kezdett, és utána ráment a sutyira. Tehát valószínű, hogy az ellenfél dzsungelese, azt feltételeznénk, hogy ott van most bot side-on, illetve a kéket szedi, de nem, a Shaco itt volt. Ez egy nagyon jó helyzet volt, nagyon jól jöttek ki belőle, mert a Kane-nek a csapattársa, amit LeBlanc, észlelte ezt és segített neki, de hogyha ezt nem észleli és nem segít neki, akkor ez egy csúnya véget érhetett volna. Ez így nagyon jól kijött, csináltak egy First Bloodot, és aztán még a Kane begyűjtötte a Seratot is, de ez egy nagyon extrém és veszélyes helyzet volt.
A logika azt kívánta volna, hogy a Séko felszedte a redet, Sutyit, mivel ezt észleltük, és ott van a botlénen, illetve a kéken. De nem így történt. Itt egyébként ez csak annyi, hogy ki lett használva a helyzet, hogy a Séko meghalt, a Ként pedig ennyi HP-val folytatta a dzsungel útvonalat, felszedte ugye a Sutyit, a raptorokat, majd a békát, és igazából level 6-ot meglépte még az ellenfél raptorjánál. Kb. 6 perc alatt. Ezzel csinálva előnyt. Itt most arról van szó, hogy ha a normális útvonalat követjük 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, utána pedig bekkelünk, akkor a Krúgoknál tudjuk folytatni ugyanezt az útvonalat. Összegezve, amit láttatok, hallottatok, az első sutyerák nagyon túl van hype-olva, a későbbiek pedig nagyon fontosak. És még egyszer átvéve, itt láthatók a dzsungel útvonalak, attól függően, hogy te melyik játék típust választod, melyik hőssel játszol. Ennyi lett volna ez a videó. Még egyszer mondom, a leírásban meg fogjátok találni azt a YouTube csatornát, ahol az eredeti videó fent van, angol szöveggel. Ha akarjátok, akkor nézzétek meg azt is. Én ugye a saját véleményemmel, illetve amit a videóból hallottam és tapasztaltam, azt próbáltam nektek átadni. Nem kell feltalálni újra a spanyol viaszt, ezt már megírták. Igazából szerintem jó, hogyha ezt így tisztán látjátok. És ha hasznosnak találtátok ezt a videót, akkor dobjatok rá egy lájkot, illetve ne felejtjétek a feliratkozást, ha még nem tettétek volna meg. Sziasztok!